A cinegefészek. Bíz az régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmával. De még most is sírhatnékon van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni. Mit álmodtál, szentem? Hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani. Hely, édesanyám! Ha én nekem sarkantyús csizmám volna. Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe. Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni. Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem. Na, az pedig éppen a szőlőben terem. De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam. Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát? Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a cinegefészket? Látom, apám, ott fenn a fán. Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád. De nekem nem cinegének való csizma kellene ám. Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csuka orrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz. Sarkantyú is lesz rajta? Arannyal futtatott rész sarkantyú. Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe. Akkor rajta, fiú. Én közben megkerülöm a szőlőt. Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppent ki a fészekből. Néztem utána. Szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy icipici tojásnál nem volt egyéb. Ez egyszer áprilist járatott velem, apám. Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat, és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant... Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben! A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze. Na, oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben? Négy. Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e, hány hernyó az? Az minden nap 200 hernyó. A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e, mennyi az a 30x200 hernyó? 30x200 az sok. Nagyon sok hernyó. De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit? Gyümölcsfa virágot. Mégpedig minden hernyó minden nap egy virágot. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára való. Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jajveszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyó.